A kormány számára alapvető fontosságú, hogy olyan programokkal támogassa a magyar családokat, amelyeknek köszönhetően a háztartások energiafelhasználása jelentősen csökken. A legújabb alprogram a társasházi lakásokban található gázkazánok és konvektorok cseréjére irányul, amelyel kapcsolatosan a kérelmeket június 6-ától adhatják be az érdeklődők. A kormány immáron 5 éve folytatja a lakosság energiafelhasználásának és csökkentésének támogatását. Ez részben a rezsiköltségek leszállításával, illetve az energiahatékonyság pártolásával valósul meg. Az otthon melege program 2014 óta működik. Az azóta eltelt időszakban mintegy 120 ezer családnak nyújtott segítséget abban, hogy azok olcsóbb és gazdaságosabb épületekben lakhassanak. A közeljövőben ezért két projekt fog elindulni, amelyből az első hamarosan kezdetét veszi. Ez kimondottan a családi házak és lakások fűtésének a megoldását fogja támogatni. Olyan kazán, illetve gázkonvektor csere programot indítunk, ami nem csak magában az eszközöknek a cseréjét, a kondenzációs kazán cserét fogja támogatni, hanem olyan kiegészítő elemeket és nagyon drága elemeket, mint például a kémény. Számtalan hibás és problémás kémény van az országban, ezért a kormány szeretné támogatni és segíteni ezek cseréjét. A segényújtás összege projektenként maximum 700 ezer forint lehet. Ez 40 os finanszírozási arányt jelent. A program további újdonsága, hogy több hasonló kezdeményezéssel működik együtt. A gazdaság érinkítő innovációs programban a GINOB-ban régen került egy pályázat kiírásra, ami kimondottan lakosság részére jelent energiatakarékos pályázati lehetőséget. Ez egy 0% kamatozású 0% költség, és visszatérítendő formát jelent. Egy-egy pályázatot, amit a mai nappal kérünk, úgy lehet elkészíteni, 40% vissza nem térítendő, 50 a GINOP-ból megpályázásra a Magyar Fejlesztési Bank pontjain keresztül visszatérítendő, és 10 százalék lehet megvalósítani. Előzetes számítások szerint körülbelül 7000 pályázatot tud majd a kormány támogatni, az előkészítésre pedig rengeteg idő áll rendelkezésre. Június 6-ától reggel 8 órától lehet majd a pályázatokat feltölteni, ugyanúgy, ahol, ahogy eddig, a kormány.hu oldalán keresztül, úgynevezett regisztrációs pontokon keresztül lehet pályázni, tisztán internetes beadási lehetőséggel. A részletes pályázati útmutató megtekinthető a fűtés korszerűsítés 2017.nfsi.hu oldalon. A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata ad bővebb tájékoztatást.